Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Rendkívül nagy érdeklődéssel és sűrű mosolygása közepette hallgattam végig a KDNP és a DK képviselőjének vitáját. És ha nem is személyekre lebontva, nem is az önök személyére célozva, de legalábbis politikai tömbök egymás közti viszonylatában az a nagyon régi mondás jutott eszembe, hogy bagoly mondja verébnek. Hiszen ha jól megnézzük ezt a fajta társadalom és gazdaság szervezést, ami kiválóan megmutatkozik a szerencsejáték szervezése, illetőleg a kaszinók szabályozatlansága kapcsán, egyértelmű, hogy a baloldal, nagyon leegyszerűsítjük, a baloldal nemzetközi módszerekkel lopta szét a közvagyont, önök pedig, tisztelet a kivételnek, 13 éve nemzeti színű zászlók alatt talicskázzák ki az átlag magyar ember számára felfoghatatlan mennyiségű pénzeket a rendszerből. És ennek egy kiváló határútvonala mindig is a szerencsejáték volt. Bagoly mondja verébnek, hiszen 2010 előtt a balliberális kormányok kaptak nagyon jelentős hatáv segítséget az akkori játékgépes vállalkozóktól, rosszabb esetben a játékgépes alvilágtól. 2011-2012 környékén háborús logikából kiindulva, elmondtam ezt már, de most kénytelen vagyok ezen javaslat kapcsán megismételni, a Fidesz-KDNP ezt az első két haraddal éve szétbombázta. Egy részben, igaz részben pedig hajánál fogva előrángatott érveléssel ezt megfűszerezték, nyakon öntötték, és az addig többségében a balliberális pártok számára vagy javára befolyó ellenőrizhetetlen mennyiségű összegeket 100%-os mértékben becsatornáztak saját magukhoz. Ennyi történt. Érdemi különbség a korrupciós hajlon kapcsán. Nincsen a baloldalnak most legfeljebb az fáj, nem a korrupció fáj, hanem hogy nem ők a haszonélvezői. Az esetek többségében fővárosi kerületeket, fővárosi önkormányzatban és néhány nagyvárosban rejlő lehetőséget leszámítva, nem ők a haszonélvezői. Ki kell ezt mondani? 2010 előtt önöknek semmi bajuk nem volt, tisztelt Varga képviselő úr, a szerencsejáték szervezéssel, az akkori nyerőgépek világával, mert önök kapták, nem személy szerint ön, én nem gyanúsítom meg, nincs bizonyítékom, tehát nem leszek inkorrekt, de pontosan tudjuk az MSZP-SZDSZ, tehogy tudjuk pontosan, csak próbáljuk elképzelni, hogy készpénzben milyen összegek vándoroltak be a pártok B meg C kasszájába. Na most ezt önöktől elvették, ez persze egy óriási érvágás, hogy így szétbombázták a hatápot, csak akkor legyünk korrektek, akkor fogalmazzanak így. Akkor ne legyen álszenteskedés, mivel farizeus szemlélet, mert az egész történet erről szól. És az is napnál világosabb, úgy látom, hogy miután az elmúlt 2 vagy 3 hónapban, mint a tavasz ülésszak folyamán, valamilyen forrán többször felmerült már a kaszinók kérdésköre. Jól emlékszem, hogy a Mi Hazánk mozgalom, illetőleg jó magam voltunk azok, akik felvázoltuk annak a helyzetnek a totális képtelenségét, hogy a kaszinók nincsenek bekötve a NAV online rendszerébe. Nem a kaszinókban lévő pénztárgépek, hanem a játékgépek, a különböző szerencsejátékhoz használatos eszközök. Nincsenek bekötve a NAV online pénztárrendszerébe, vagy a NAV online rendszerébe. Egyértelmű ennek a célja, hogy ellenőrizetlenül tudjanak évente, szerintem 1000 milliárdos nagyságrendekben pénzeket mozgatni. És ebből politikai tevékenységet finanszírozni, szervezési tevékenységet végezni, önkormányzati EP és országgyűlési választásokat finanszírozni, adott esetben szavazatvásárlásokra, vagy bizonyos szereplők megvásárlására fordított összegeket innen megképezni. Sőt, van egy kiváló rafinált eszköz is, vagy lehetőség, ami a kaszinókban rejlik. Legálisan lehet kifizetni kenőpénzeket bizonyos személyeknek, bizonyos kedvezményezetteknek, akik véletlenül az adott kaszinóban hirtelen olyan szerencsésekké válnak, hogy mesés vagyonokat nyerhetnek meg, vagy legalábbis jelentős összegeket, akár egyetlen délután, vagy egy éjszaka leforgás alatt. Onnantól kezdve senki nem mondhatja a szó büntetőjogi értelmében, hogy kenőpénz átadás átvételére került sor, pedig gyakorlatilag erre került sor. Ilyen értelemben is lehet egy kifizetőhely. Az minden esetre tényleg vérlázító, hogy az egyéni vállalkozók közül szinte mindenki köteles volt saját költségén internetre előfizetni, megvásárolni a szükséges technikai eszközöket, ezeket fejleszteni, karbantartani, időnként újakat vásárolni azért, hogy a NAV mindent lásson,
és az önök szerint elgondolt arányos közterviselés keretében az utolsó fillér adót is be tudják fizetni ezek a vállalkozások, hiszen nekik úgymond okos mozgástér nem jár. A kaszinóknak, amelyek közül, ha jól emlékszem, akkor talán van olyan is, amelyik a jelenlegi honvédelmi miniszter érdekeltségi körébe tartozik, pedig semmilyen kötelezettségük nincsen. Önök szerint ez igazságos, korrekt, az arányos közterviseléssel milyen viszonyban áll? Önök szerint ez az arányos közterviselés? Ez lenne a keresztény konzervatív hozzáállás, az igazságosság követelményeinek maximális teljesítése? Hogy Szamos Becsen a legkisebb forgalmú kozmetikus vagy fodrász be van kapcsolva a NAV online rendszerébe? Az évente 1000 milliárdokat forgató, szürke és fekete pénzeket forgató kaszinók meg nem. Nincsen technikai akadálya. Nincsen informatikai akadálya. Politikai akaratban rejlő akadálya van ennek. Hiszen ez egy olyan hattáp útvonal, amelyről nem akarnak önök lemondani. Mivel azért szűkül a mozgástér, szűkül az elfogyasztható lehethető zsákmány, hiszen a brüsszeli pénzek nem jönnek, meg kell hagyni ezeket a lehetőségeket. És sajnos szenvedélybeteg ember, szerencsejáték függő ember mindig lesz, holott 2011-12 tájékán pont azzal indokolták a mostani állapotot előidőző intézkedéseiket, hogy tűrhetetlen, hogy vidéken, nagyvárosokban, fővárosban élő szegény emberek, adott esetben az utolsó forint munkabérüket, jövedelmüket, szociális segélyeket eljátszák a félkarú rablóknak a különböző játékgépeken. Ez már persze ez önmagában igaznak tűnt, részben talán az is volt, de tudjuk jól, hogy aki szenvedélybeteg, hiszen ez pont ugyanolyan, mint a kábítószerfüggőség, vagy az alkoholizmus, vagy a dohányzás, ez egy szenvedélybetegség. A lottózóktól megkezdve a különböző online felületeken adott esetben egy mobiltelefon felhasználásán ugyanúgy el tudják játszani a segélyeiket, a munkabérüket, a jövedelmüket. Csak önök a kaszinókba való becsatolással, meg a koncessziós rendszer kialakításával tudták biztosítani azt, hogy ezek a pénzek csak azokhoz juthassanak el, és csak azok lehessenek a kedvezményezettjei, akiket önök erre alkalmasnak találnak. Teljes egészében ez az önök politikai céljait szolgálja. És tudják, az a legnagyobb probléma, és ennek még mindig nem érzek a súlyát, mert önök a közvéleménykutatások bűvkörében élnek, tisztelet a kivételnek, megint hozzáteszem. Önök nem érzik jelenleg a társadalmi támogatottságukon azt, hogy mekkora baj van ebben az országban. Nem érzik az élelmiszerinfláció súlyát, nem érzik azt, hogy a középosztály, akár a felső középosztály része is milyen mértékben szegényedik el, hogy szívja, hogy párologtatja el az infláció az emberek megtakarításait, vagy veszi el az elvi lehetőséget és a megtakarítások megképzése vagy növelése érdekében, hogy mennyire szűkülnek az emberek lehetőségei. Ezt önök nem érzik, mert azt látják a kutatásokon, hogy önök mindig rendkívül népszerűek. De ez a társadalom szervezés és gazdaságszervezés életképtelen hosszú távon. És az a szerencsejáték szervezés a kaszinónk működtetése kapcsán is egyértelműen látható, röviden úgy foglalható össze, hogy tisztelet a nagyon ritka kivételnek, önök úgy gondolkodnak, hogy az önök által kijelölt kedvezményezettek tejben, vajban, mézben, 24 karátos aranyban fürödjenek, a többi meg oldja meg, vagy pusztuljon el, mit számít az önöknek. Hiszen az a szerencsejáték ipar, amelynek lehet, hogy néhány kulcs szereplői annak idején, sőt biztos is, hogy táplálta a balliberális pártokat, nem lehetett azt mondani, hogy mondjuk a kevésbé fejlett térségekben, vagy a fővárostól távol kivételre, hogy mindenki ebbe a körbe tartozott volna. Biztos, hogy nem. Önök gyakorlatilag ösztönszerűen, fűnyíróelvet alkalmazva legajaltak, tönkretettek mindenkit. Nem nézték azt, hogy hány olyan kisvállalkozó van ebben a régi játékgépes világban, akik mondjuk nem az alvilághoz tartoztak, akik nem maffiaszerűen működtek, és akik adott esetben több tucat családot tartottak el, több tucat munkahelyet tartottak fenn, mert kapcsolódó mondjuk vendéglátóipari beruházások, büfék, egyebek üzemeltetése révén egyéb szolgáltatásokat is nyújtottak, adott esetben közmegelégedésre. Adott esetben olyan nehéz közbiztonsági helyzetű helyeken, ahol mondjuk csak azokon a helyeken lehetett nyugodtan szórakozni, ahol mondjuk olyan volt esetleg a tulajdonos vagy a tulajdonosi kör. Ők mindenkit egy kalap alá vettek, azt gondolták, hogy mindenki a baloldalt finanszírozza, holott a nagyokra volt jellemző, a kicsiknek azért nem termelődött akkora haszna, és mindenkit tönkretettek. Annak érdekében,
hogy sokkal több pénzt tudjanak zsebre vágni 2010 vagy 11-12 után, mint amennyit 2002 és 2010 között zsebre rakott a akkori balliberális kormányzat. És hát nagyszerű az, hogy itt meg van állapítva mondjuk külön adómérték a kenójáték, vagy egyéb nyereménysorsolásos játékra 24%-os mértékben. De általánosan az egész javaslaton végigvezethető jogalkotói célt azért nem nagyon lehet felfedezni. És nagyon vártam én is, hogy hát, ha most végre eljön az igazság pillanata, megszólal önökben a lelkiismeret, valóban fontosnak érzik az arányos közteherviselést. Úgy érzik, hogy tényleg vérlázítan igazságtalan, hogy a legkisebb vállalkozó, akitől elvárják a közterhek befizetését, akkor is adott esetben abban a hónapban alig van jövedelme. Vagy a megtakarításaihoz nyúlva, a vésztartalékaihoz nyúlva fizeti be a közterhet, hogy hát akkor illő lenne adott esetben a honvédelmi miniszter úr érdekeltségi körébe tartozó kaszinókat is arányos közteherviselésre rábírni. Itt lenne a helye egy ágazati különadónak a szerencsejáték vonatkozásában. Akár százalékos mértékben meghatározott, akár általányadó formájában. Amit akkor fontosnak tartott a 2015-12 tájékán, most még fontosabb lenne. Mert mondjuk bőven vannak olyan lyukak ebben a költségvetésben, az ország költségvetésében, amelyeket toldozni, foldozni, tömködni kellene. És hát nagyon bájosan elvitatkozhatnak a saját szavazótáboruknak, biztos nagyon tetszik, ahogy Nacsa képviselő úr elkézi Varga képviselő úrat, Varga képviselő úr riposztozik a Nacsa úr irányába, holott, teljes erkölcsi felhatalmazással mondhatom, ugyanis hál' Istennek én egyik politikai közösségnek sem vagyok tagja, önök mondhatnak ránk sok mindent, általában alaptalanul, kiabálhatnak ránk kígyót, békát, de mi a hazánk kifosztásában sem internacionalista, sem pedig nemzeti zászló alatt, vagy nemzeti zászlóba burkolt köntösben nem vettünk részt. Úgyhogy teljes erkölcsi felhatalmazással mondhatom, ha tetszik, ha nem. Horrorisztikus pénzek folynak ki csak a szerencsejáték kapcsán. És egyébként azért arra az árnyékboxra is felhívnám a figyelmet, ha már itt majd szóba került Debrecen, mert Debrecen is igen jelentős szerencsejáték tevékenység folyt, ismerjük a debreceni körökhöz tartozó nagyvállalkozókat, meg a hozzájuk köthető vezető politikai szereplőket, jobbról is, balról is, hogy önök itt előadják a nagy halált Varga képviselőre az akkumulátorjá kapcsán is. Hát a Mi Hazánk mozgalom ment el egyedül a falig, ha már itt tartunk ebben a kérdésben, bár ez tényleg tartozik szorosan javaslathoz. Mi voltunk egyedül képesek arra, hogy ha csak néhány órára is, de meg tudtuk bénítani az építkezést. Önök meg itt árnyékolnak össze-vissza, hogy a polgármester ellen indított bágya semmit nem, önök által is tudottan semmit nem érő fegyelmi eljárással majd kipöckölik paplászló polgármester urat a polgármesteri székből. És meg sem kísérelnek semmilyen komolyabb tevékenységet kifejteni az akkumulátorgyár megépítésének meghatározása érdekében. Abban neki igaza van, hogy már ugye nem állami beruházás hangzott el a fideszes padsorokból, de valóban 300 milliárd forinttal, én 157-re tudtam, úgy emlékeztem, hogy a 300 az a végcél, hogy végösszeg lesz, és 300 milliárd forintot, ott lakik több rokonom is, úgyhogy kikér. Tehát velem szemben engedje magának ezt a kioktató stílust, mert akkor meg fogja ismerni maga is a rosszabb modoromat, és akkor meglátjuk majd, hogy kihúzza a rövidebbet a végén, úgyhogy óvatosan marja a képviselőm, meg kezd fejelmen a vércukrom. Tehát óvatosan beszéljen. Szoktam járni, ezt szoktam előfordulni Debrecenbe. Tudja, ön nem szokott előfordulni, ahol én lakom, vagy laktam, ön meg nem, csak korrektül tájékoztatom önt. Úgyhogy nem macskázunk, mert ne szórakozzunk egymással, tehát önök összejátszanak a Fidesszel, és önök Debrecenben semmit nem tettek az akkumulátorgyár megakadályozása érdekében, csak árnyékolnak, csak beszélnek, beszélni megfekve is lesz, semmit nem tesznek. Nem szerveztek érdemi tüntetéseket az elmúlt időben, nincsenek népszavazási kezdeményezéseik, meg sem próbálják azt, hogy az emberek mellé állnak, csak a polgármester ellen indítanak egy fegyelmi eljárást egy olyan településen, ahol 1998 óta egyén önkormányzati körzetet sem nyert senki a Fideszen kívül. És önök azt hiszik, hogy egy fegyelmi eljárással megbuktatják a polgármestert. Gratulálok ez a politikai életlátáshoz. Adok szót a Demokratikus Koalícióba. Köszönöm szépen, ritkán szoktam reagálni Mi Hazánkos hozzászólásra, de azért felhívnám a párti képviselő úr figyelmét, hogy valóban ügyeljen a vércukrára, mert ebbe a korba ez már nagyon súlyos következményekkel tud járni. Picit nyugodtabbnak kell lenni, néha vegyen be gyógyszert, és ez sokat segít, higgye meg. Na csak képviselő úr, az a helyzet, hogy nem tudtam eldönteni a vezérszónoki hozzászólásában, felszólalásában, hogy önnek mi fájt tőlem? A piti, a diktatúra,
vagy a sufnituninpiti diktatúra. Tehát ezt majd egyszer alkalomattán tisztázzuk már, hogy melyik része fáj, mert hogy ha már itt tartunk Debrecennél, Debrecenben ezt szokták manapság mondani. Akár az akkumulátorgyár kapcsán, akár bármilyen más dolog kapcsán, hogy itt bizony önök egy sufnituninpiti kis diktatúrácskát kalapálnak össze. A Szerencsejáték ZRT-ről beszéltünk. 2022-ben 820 milliárdos rekordárbevétele volt a cégnek. Nem a pedagógusokat segítették. Nem a szociális szféra alulfizetett, nyomorgó dolgozóit segítették. Nem a szerencsétlen, az önök Orbáni inflációja miatt éppen halni készülő magyar melósokat segítették, hanem a Rogán családot segítették, Orbán haverjait segítették belőle. Ezt a pénzt például jachtokra költötték, vitorlásra. Erről kellene inkább beszélnie. Nem pedig arról beszélni, hogy mi volt a 13 évvel ezelőtti 8 évvel. Mert nem erről beszélünk most, nem ebbe akkor. A maguk kis piti, sufnituning diktatúrájában élünk. Ezt szenvedjük még egy darabig. A kaszinó bizniszről pedig csak annyit, hogy tudjuk nagyon jó, hogy több kormánytag is érdekelt volt a kaszinó bizniszbe. Itt ezt a voltot, ezt zárójelben jegyezném meg, mert nyilvánvaló módon úgy nehéz azt elhinni, hogy valójában semmi közük hozzá, hogy amikor kormánytagok lettek, akkor hirtelen azt mondják, hogy lemondanak az érdekeltségükről. Nézzük meg, hogy ki volt az, aki a kaszinó bizniszből milliárdokat sípolt, akár a kormánytagjai közül is, és akkor kiderül az igazság. Köszönöm szépen. Szépen a szó. Tisztelt elnök asszony, természetesen reagálnom ki a Varga képviselő úr személyemet érintő verbális álmokfutására, és szeretném önt arról tájékoztatni végtelen örömmel, hogy egy apáti mindig ereje tejében van. Semmi bajom, vak egészséges vagyok, és egyébként mozgáskultúrám és mozgáskoordinációm is kifejezetten rendben van, bizonyos élethelyzetekben célirányos, nincs ezzel a világon semmi gond. Önnek az fáj képviselő, és nem is reagált, hogy a hallgatás beleegyezést megveszem, hogy szabotálják el önök a debreceni akkumulátorgyár elleni tiltakozást. Nem csak arról van szó, hogy egy hallgatólogos vagy kifejezett alkú keretében az LMP-t vagy a Momentumot próbálják, hát ők is elég fékezett habzással adják ezt elő a tiltakozást, hanem arról van szó, hogy valószínűleg önök megegyeztek valamilyen formában, hiszen gyakorlatilag semmit nem csinálnak. Hogy milyen szinten kötetett ez a megegyezés, azt nem lehet tudni. Ugye hát láthatjuk, Varga képviselő elhagyta az üléstermet, csak a történeti hűség, a tévénézők, az interneten, minket követők és a jegyzőkönyv kedvéért mondom el, hogy Varga képviselő elhagyta az üléstermet, pedig oly nagy hévvel szokott támadni mindenkit. Egyébként egy kiváló színészi képességekkel megáldott képviselőről van szó. Szóval mond érdekeseket, időnként okoz némi jókat, de csak én vártam volna, hogy beszálljon ebbe a vitába, és valami legalább a védekezésnek egy látszatát valahogy előadja, hogy mit nem csinálod az úgynevezett demokratikus koalíció debreceni akkumulátorgyár kapcsán. Hát még azt sem lehet elmondani, amit annak idején az ő főnök Gyurcsány Ferenc mondott egy másik vitában, hogy a rajta kapott gyermek felháborodása érthető, ám de oktalan. Ő még csak fel sem háborodott. Köszönöm.